Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, a tanítványaimat pedig külön kiemelve szeretettel köszöntöm. A Jupiter a jelekben, ez lesz a mai előadásomnak a témája. De mielőtt belevágnánk, mindenképpen kell egy összefoglalást megejteni a Nap, a Hold, a Merkur kapcsán. Tehát személyi jelölőknek nevezzük a Napot, a Holdat, a Merkurt, a Vénuszt és a Mars bolygót, tehát ezt az öt égi testet, illetve ide tartozik még az aszcendens is. Tehát ezek a személyi jelölők, ahol az aszcendens képviseli az egyik legszemélyesebb összefüggést, ami az úgy nevezi Jung, hogy a maszkot, tehát a personát. A Nap az maga az identitás, amely egy hidat képez az isteni önvalónkhoz. A Hold a hangulati, kedélyállapoti dolgokat képviseli. A Merkur az értelem, a Vénusz az érzelem, és a Mars az akarat. Tehát ezek azok, amelyek az egyéni jellem megformálása szempontjából a jelekben való elhelyezkedésükkel a legerőteljesebben formázzák a személyiséget. Amikor a Jupiterhez érkezünk, akkor ott mindenféleképpen ki kell emelni, hogy a Jupiter sokkal tágabb jelentőségű. A Jupiter bolygó jele egy félhold és egy kereszt. A félhold az felül van, míg a kereszt az alatta. Tehát ő a Jupiter, és uralkodik a nyilas jelben, tehát Magyarország jelében, valamint uralkodik a halak jelben. Ebből az is következik, hogy ha ne adj Isten az aszcendens, az benn van a nyilasban vagy a halakban, akkor a Jupiternek, mint egy személyi jelölői szerepe is lesz, mert az aszcendens jelének az ura, tehát ezáltal az egyén személyiségét legerőteljesebben befolyásoló égitest a Jupiter lesz. De általánosságban sokkal átfogó jelentőséggel bír. Ez az átfogó, tehát az, hogy itt most eltérünk, hogy egy másik irányba megyünk el, az abból fakad, hogy az eddig megtárgyalt égitestek, azok az úgynevezett gyors bolygók kategóriájába tartoznak, és a hagyomány azt mondja, hogy minél gyorsabb egy égitest, annál erőteljesebben hat rá az a jel, amin végig megy. Tehát ilyen szempontból a Hold a jelekben az adja a legerőteljesebb befolyást, mármint az a jel, amiben épp a Hold tartózkodik egy adott pillanatban. A Jupiter az első olyan égitest, amelyet már lassú bolygónak nevezünk, és a keringési szempontból a Mars az, amely közel két év alatt megy körbe az ekliptikán, a Jupiter az 12 év alatt. Tehát ebből adódóan a Jupiter mozgása az egy jelben körülbelül egy év. És itt már bejön az az összefüggés, amit úgy fogalmazhatunk meg,
hogy az egyén az nagyon sok emberrel születik egy éven belül. És ez a nagyon sok ember, ezt teszem azt, mind ugyanazzal a Jupiter állással látja meg a napvilágot. Tehát elkezdhetünk úgynevezett korosztályokba gondolkodni. Mit is jelent ez a valóságban? Tehát azt, hogy az egy év alatt a világon bárhol megszületett embernek ugyanabban a jelben jár a Jupiter, mint teszem azt egy adott szülöttnek, akit éppen vizsgálunk. Tehát ez egy jó nagy társadalmi csoport, és tovább megyek, 12 évenként a Jupiter ugyanabban a jelbe kerül vissza, tehát ez azt jelenti, hogy a nemzedékek 12 évenként ugyanabba a jupiteri állásba kerülnek bele. Ami azért is lehet érdekes, mert mit tudom én most, csak nézzünk inkább egy politikai összefüggést. Magyarország szempontjából nem túl kedvező, ha a szűzben jár a Jupiter a nyilassal kvadrátos jelben. 1944 második felében a Jupiter belép a szűzbe. Ez azért aranyos, mert igazából véve akkor jön a legnehezebb szakasz a második világháborúban. És ha megnézik, hogy 1956-ban hol járt a Jupiter, megint a szűzben. No, de ebből az is következik, hogy a 44 második felében és a 45 első felében született embereknek mind szűz Jupiterük van. És természetesen igaz ez az 56-osokra is. És igaz ez durván a 67-esekre, vagy 68-asokra, és ez így nagyjából 12 évenként megy tovább. Ha arról beszélünk, hogy minél gyorsabban megy egy égitest egy jelben, annál inkább a jel úgymond visszahat rá, akkor a Jupiter már kellőképpen lassú, hogy kevésbé jellembeli, mint inkább általános filozófiai érvényű összefüggéseket képvisel. Na kezdjünk bele, hogy mi is ez a Jupiter, mit szimbolizál. Hát először is ki kell emeljük, hogy a Jupiter az a naprendszer legnagyobb bolygója. Tehát ilyen értelemben a nap után ő következik először. Az ókortól napjainkig, de különös tekintettel az ókorban, Róma, Babilón, a görögök, mindegyike kiemelten tekintette ezt az égitestet, és a főistennek tekintette. Tehát ugye tudjuk, hogy a római főisten az a Jupiter. Nem az Apollon volt, hanem a Jupiter. A görögöknél Zeus. És ezt azért is érdemes megjegyezni, mert ilyen értelemben a jelenleg ránk vonatkoztatható összefüggésben van még egy másik nagyon fontos megnyilatkozása, az a jóság. Na most, hogyha összekötöm az Isten fogalmat a jóság fogalommal, és azt mondom, hogy Magyarország nyilas jelben van, és a jóság és az Isten fogalom a nyilasok számára egy, hát ezért van nekünk jó Istenünk. Tehát nekünk nagyon fontos, hogy ezzel az úgynevezett jelzővel illessük az Istent. Tehát mi nem tudunk elképzelni egy gonosz Istent, mi csak jó Istent tudunk elképzelni. És ez megint nagyon fontos és meghatározó. A Jupiter képviseli a végtelen isteni szeretetet, amit görögül Agape néven nevezne. A Jupiter jelképezi
mindazt, ami az Isten oldaláról, mint pozitív tulajdonság jelenik meg. Hogy Isten megbocsájtó, hogy Isten végtelen szerető, hogy Isten segítő, hogy Isten adakozó, hogy Isten végtelen bőségben fülözti a teremtményét. Tehát ezek a fogalmak, a bőség, a jóság, a szerencse, a középkorban ő volt a Fortuna Major, a nagy szerencse bolygója, tehát a szerencse is a Jupiter alá tartozik. És van egy másik nagyon-nagyon fontos fogalom, ha már itt Istenről beszélünk, hát természetesen maga a hit. És a hit mellé még bigyezzük be ezt a szintén nagyon nagy jelentőségű dolgot, hogy elfogadás. Tehát a végtelen szeretet, agape, Jupiter, az nem ismeri a kritikát. A végtelen szeretet az mindig elfogad és mindig megbocsájt. Ez a nagy helyzet. Tehát nehéz nekünk ennél negatívabb istenképet elképzelni. A mi istenképünk ilyen. Tágabb értelemben a Jupiter képviseli a törvényt, a vallást, az erkölcsöt, morált. A Jupiter képviseli a rendet. A Jupiter bizonyos értelemben képviseli a lojalitást. A Jupiter az igazságot is képviseli. Tehát ilyen nagy átfogó fogalmakkal hozzuk a Jupitert kapcsolatba, és ismét egy adalék, hogy jobban megértsük magunkat, mármint a magyar nemzetet. Minden egyes magyar ember 100%-osan biztos abban, hogy birtokolja az igazságot. Ezért van az, hogy itt 10 millió igazságbajnok van, és mindenki szentül meg van győződve, hogy kizárólag csak neki lehet igaza. És ami még szebb a dologban, hogy egyfolytában győzködjük a másik embert a magunk igazáról. És nehéz elfogadni, hogy esetleg neki is igaza lehet. Mert azt mondjuk, hogy hát csak egy igazság létezik, az isteni igazság. Igen, csak a legnagyobb baj az, hogy mi emberek állandóan abban a hitben vagyunk, hogy mi birtokoljuk ezt az igazságot. És ezt mi nem birtokoljuk. Úgyhogy az igazság az nézőpont kérdése. Az isteni igazság nem nézőpont kérdése. Az igazság, a nagy I betűvel írt igazság, az nem nézőpont kérdése. De ahány ember, annyiféle igazság van. Ez a nagy helyzet. Úgyhogy van még egy másik izgalmas mondatunk, amit szoktunk használni, amit szabad Jupiternek, nem szabad a kis ökörnek. Ez azt is jelenti, hogy a jupiteri szemléletben, most persze ez a negatív jupiteri szemlélet, mindenki egyenlő, és ezt így ki is lehet nyilatkoztatni, mindenki egyenlő. Én egy kicsit egyenlőbb vagyok, na, egy kicsit. 10 millió magyar ember mindegy kicsit egyenlőbb a többinél. Jó játékot játszunk, igazában véve, de hogy miért kell nekünk a Jupiter negatív oldalát megélni jobban, miért nem tudjuk a magasztosabb oldalát megélni, arra nem tudok választani. Tehát első és legfontosabb
következtetés, amit a Jupiterből el lehet mondani, mindenkinek igaza van a saját szemlélete szerint. Ne is vonjuk kétségbe, igaza van. Oké, csak hogy a helyzet az, hogy, és itt jelenik meg egy nagyon-nagyon fontos nagy kérdőjel, hogy amikor egy közösségben gondolkodunk, akkor kinek az igazsága számít? A közösségé, vagy az individumé? Jó kis kérdések ezek. Tehát miközben a Jupiter a legjobb, a jótevő, a nagy szerencse, mit tudom én, nagyon-nagyon pozitív égítés, azért rengeteg negatív dolog is tartozik a Jupiter alá. Például a Jupiter kapcsolódik a bőséggel. Igen, kérem szépen, de a nagy zabálással is. Tehát igazából véve érdekes, hogy nem tudom ki mennyire emlékszik, ugye, hogy Rómában a nagy zabálásoknál kiment a végén az illető, és a pávatollat lenyomta, amivel ingerelve hányást idézett elő, ingerelve a lágyszájpadot. Milyen érdekes analógia, képzeljék el a páva, mint madár, az jupiteri madár. Jó, díszes, látványos. És hogy nekünk is egy fontos madár, erre csak úgy mondanám, hogy felszállott a páva. Hova is? Hát nem kisebb helyre, mint a Vármegye házra. Félelmetesek vagyunk mi magyarok. És annyira jön ez zsigerből, és ha egy picit visszanézünk a történelemből, általában a királyoknak a legnehezebb dolguk a főnemesekkel volt. Mert hiába fogadták el névleg, hogy ki a király, mindenki egy kicsit királynak tartotta magát. Na, nem a jobbágyokról beszélek, a főnemesekről. Tehát ez egy külön játék volt, tehát gondoljanak a Csillei meg a Hunyadiak történetére, tehát és még lehetne sorolni. Szoktam volt mondani, azért, mert Kossuth összehozott egy szabadságharcot. Nézzük már meg, hogy Herceg Eszterházy merre harcolt. Ő miért nem vezetett bandériumokat? Ő miért nem vezetett csapatot? Szóval érdekes dolgok ezek ám. Úgyhogy, és hát, ugye, ott van a csodálatos mohácsi csatánk. Szapolyai János megáll Szegednél, és megvárja, amíg a török kitakarodik az országba. Egy nagy sereggel. Nem segít második Lajos királynak, hanem megvárja. És hát természetesen a cselekedetek azok, amelyek mindig megmagyarázzák, hogy mi történik. Szapolyai azonnal, miután Szulejmán kitakarodott, azonnal fölment a várba, és azonnal megkoronáztatta magát. Ennyi. Az egy újabb izgalmas kérdés, hogy nagyon sokan azt szokták érezni, hogy nekik van joguk. Nekik van jogosultságuk, a jog mellettük áll. Tehát a jog, a jogosultság, tehát az is egy ilyen, ugye egy ilyen izgalmas kérdés, vagy hát ugye ott van a fülemüle Arany János, kinek is fütyül? Tehát, hogy azért perre megyünk, hogy kinek fütyül a fülemüle? Hát ezeket érdemes egy kicsit úgy, ez egy kiváló lehetőség arra, hogy szembenézzünk magunkkal, tükörbenézzünk magunkkal. Na itt az ideje, hogy beszélgessünk egy kicsit a Jupiter állatövben elfoglalt helyzetével kapcsolatban. Jupiter a kos jelben. Ez
mondjak egy támpontot, mondjuk 63, második fele, 64 első fele. Aztán utána 12 évvel, hát ha megyünk vissza az időbe 12-vel előtte, ugye, tehát az azt jelenti, hogy 1951, akkor volt a Jupiter a kosban. Vagy pedig később, ugye, ha tovább megyünk, akkor nagyjából úgy 75 magasságában volt ismét a Jupiter a kosban. Tehát ilyen értelemben ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy mit tudom én, hát élnek még 51-esek? Hát persze. 63-64-es? Persze. 75-ös? Abszolút. És a következő társaság az a 87-es. Tehát 12 év van ezek között. Tehát igazából véve egy gyönyörű csokrot lehet kötni abból a, mit tudom én, mondjuk 7 jupiteri korosztályból, akik egyszerre élnek itt, most teszem azt, Magyarországon. Az egyik típusos dolog, ugye a kos az eleve uralomra tör. A Jupiter, mint tüzes égitest, azt nem írtuk ide, hogy meleg és száraz minőség, és a meleget húzom alá, az az erősebb. A Marsnál a száraz az erősebb, a Jupiternél a meleg. Tehát mi az egyik legnagyobb probléma a kos-jupiterű emberekkel? Hát egyrészt, hogy mindegyik azt gondolja, hogy abszolút ő a vezető, és ezért nagyon gyakran van egy úgynevezett kioktató stílus, ami irritálja az embereket. De ugyanakkor, ha visszamegyünk a kos jelnek az értelmezéséhez, a kos az mindig kiharcol dolgokat egy közösségnek. Igazából véve ő csak annyit szeretne, hogy egy tapsot azért hagy kapjon, ha már egyszer a közösségért él és dolgozik. Tehát mire vágyik a kos Jupiter? Amire a kos önmagától vágyik. Tehát a Jupiter is felveszi a kosnak ezt a tulajdonságát. Elismerésre vágyik. Tehát elismerést szeretne kapni. Ha már szóba hoztam 75-öt, az egy nagyon, nagyon, nagyon nehéz év volt a 75-ösöknek. Ekkor a rák jelben állt a Szaturnusz. És természetesen kvadrátban voltak egymással. És hogy minden szép és jó legyen, az év folyamán az Uránusz a Skorpióból még visszajött a mérlegbe, és akkor az Uránusz, a Jupiter és a Szaturnusz kerültek egymással egy nagyon nehéz úgynevezett T-kvadrátba. Tehát ez a T betű, hogyha megnézik, akkor ugye kettő opozíció, és akkor a Szaturnusz az kvadrát az Uránusszal, a Szaturnusz kvadrát a Jupiterrel. Tehát ez egy nagyon nehéz korosztály volt, és többek között az ENSZ az a földrengések évének nevezte a 75-76-os évet. A 76-ban volt Szaturnusz-Uránusz kvadrát a legnagyobb, tehát a jelenlegi ismereteink szerint az egyik legnagyobb földrengés, ami Kínában, Pekingtől nem messze következett be, Tien Shan nevezetű városban, ahol hát közel 1 millió ember halt meg egy földrengésben. És ez a 76-os állás volt. Tehát a Jupiter az alapjában véve a kosban jól érzi magát, és van benne egy nagy lendület, ugye a két elv, a két tűz elv az együttműködik. Ez egy nagy lendületet ad, egy fáradhatatlanságot, de nagyon sok embernek ez nem tetszik igazán.
Ha valaki veszi a fáradtságot és előveszi a naptárt, és megnézi, hogy esetleg mikor született ez vagy az, akkor pillanatok alatt látja, hogy kinek lehet Kós Jupitere. A kos alapvetően hajlamos arra, hogy ne hallgasson meg másokat. Megy a saját feje után. Ezt a tulajdonságot a Kós Jupiter is felveszi. Tehát ez a leglényegesebb része a dolognak, hogy tehát a Jupiter azáltal, hogy a kosban van, felveszi a kos tulajdonságot, és hajlamos fejjel menni a falnak. Hát ugye természetesen, mivel a kosban van, ezért az ő uralkodó bolygója a Mars. És nem mindegy, hogy a Mars és a Jupiter milyen kapcsolatban vannak egymással. Például ugye, ha egy Mars az oroszlánban áll, vagy a nyilasban áll, az még rátesz egy lapáttal ez a szent meggyőződésem, hogy nekem kell ezt csinálni, vagy én legyek a legjobb vezető, vagy én fogom ezt csinálni. Abban a pillanatban, ha például a Jupitert a Mars a rákból támadja, vagy a bakból támadja, vagy a mérlegből támadja, az már egy sokkal nehezebb állás. Ott megbicsaklik a Jupiternek ez a nagyon erős elszántsága. No, mi a helyzet a következő jellel, ugye a bikával? Ugye a Jupiter az, még nem mondtam, de most mondom, a nemességet képviseli. Ja, igen, nem azt mondtam, hogy főnemes. Igen, hát a nemességet képviseli. Na most a Bika Jupiter az azt is jelenti, hogy szeret jól élni. Szeret egy jó minőségű életet. Ugye gondoljunk arra, az égi testek a jelek tulajdonságait veszik fel, tehát kicsit azt is mondhatnám, hogy ha a Jupiter a bikában van, akkor felveszi a bika gúnyáját. A kosban a kos gúnyáját, az ikregben majd az ikreg gúnyáját. Tehát a Jupiter a bikában az egyrészt ad is egy szerencsét, hiszen gondoljunk csak arra, hogy ki is lesz az ura. Tehát a nagy szerencsének a kis szerencse, a Vénusz, a Fortuna Minor lesz az ura. És igazából véve az a tapasztalatom, hogyha ezek még támadják egymást, akkor is nagyon, tehát, hogy mondjam, nem tud úgy történni, hogy végül is igazán rosszul történjen. Tehát ez egy nagyon jó állás, vagy nagyon erős állás a mindennapi javak megteremtése szempontjából, egy jó színvonalú élet megélése szempontjából. Ha azt veszük, hogy a bika kapcsolódik a mezőgazdasággal, a terményekkel, a virágokkal, a természettel magával, akkor mondhatjuk azt is, hogy egy bika Jupiter az ebben teljesen otthon van, jól érzi magát. Barátai a növények, az állatok, tehát minden, ami a természetesség, az megfelel a bika Jupiternek, akár odáig menve, hogy mit tudom én még, előszeretettel, a növényekkel, vagy a egészséges dolgokkal foglalkozik. Tehát megjelenik az egészségfogalom is. Mi a helyzet, tehát mondtam, hogy a Vénusz támadása esetén is, ugye hát támadhatja a vízöntő Vénusz, az oroszlán Vénusz, a skorpió Vénusz, mindenféleképpen van egy alap szerencséje az illetőnek, és ez nem vész el. Mi a helyzet, ha az ikregbe kerül a Jupiter?
Na ez az első olyan jel, hogy a Jupiter nem tud jól együttműködni ezzel a jellel. A Jupiter az az átfogó dolgokkal kapcsolódik. Az a Jupiter alapvetően empatikus. A Jupiter az nagy összefüggéseket látja át. Nem tud, tehát az ikreknek ez a szétszórtsága, egy kicsit ide kapok, egy kicsit oda kapok, és közben, tehát képzeljük el, hogy mondjuk egy ikrek Jupiterrel valaki takarítani akar. Mivel a Jupiter a nagy átfogó dolgok jelölője, tehát elképzeli, hogy ő ma kitakarítja az egész lakást, legyen az mondjuk 100 négyzetméter, és ő azt mind ki fogja takarítani. Még azt is elképzeli, hogy ablakot mos, meg mit tudom én, letörli a spájzban a polcokat, jó sok mindent betervez. És mivel jó sok mindent betervezett ez a Jupiter, az ikrek szétszórtsága, hát belefog egy kicsit ebbe, belefog egy kicsit abba, mert hát annyi mindent meg akar csinálni, és ennek aztán az a következménye, hogy a fele se sikerül. És itt jön meg a személyiség vonatkozásában egy nagyon fontos dolog, hogy és hogy áll önmagával, hiszen a Jupiter az elfogadás bolygója. Sem az ikrekben, sem a szűzjelben nem fogadja el magát. Tehát nagyon nehéz neki az elfogadást megélni ikrek vagy szűz Jupiter esetén. Miért is? Mert ezek a nyilas és a halak jellel szemben lévő jelek. Tehát itt a Jupiter száműzött minőségben van. Tehát ugye szembe áll a saját jelével, vagy a halak vonatkozásában szintén szemben áll a saját jelével. Tehát állandó problémája van önmagával. A Jupiter a jog és a törvény. Itt felmerül az ikrekben, ugye annak idején az ikreknél elmondtam, hogy a Hári János is egy kicsit az ikrek analógia. Tehát jó nagy szövegelés van, hogy mondjam, a fele nem igaz annak, amit elmond, és akkor mi a helyzet a Jupiterrel, ami a törvény, a jog, a korrektség, stb. Hát, vannak problémák. Nyilván itt nagyon fontos, hogy hogyan áll a Merkur. Tehát mit tudom én például, az igazság szeretet, ha Jupiter az ikrekben van, az igazság szeretet sérülhet mondjuk, ha a Merkur a mérlegben van? Nem valószínű, mert hiszen a mérleg is az igazság serpenyőjét hordozza. Pontosan ez az igazságnak a jele. Tehát ebből a szempontból? Nem. Na és a kommunikációs szempontból? Hoho, ott már lehet probléma. A mérleg milyen stratégiát szokott játszani a kommunikációban? Hát, nem mondok el mindent, csak a legfontosabbakat. Tehát leginkább olyasmiről beszélek, aminek van igazságtartalma, és olyasmiről nem beszélek, ami nekem konfliktusokat okozna. Aztán persze előfordul, hogy az ikrekségéből adódóan csak kikotyogja, csak elmondja. Mi van akkor, ha a Merkur például a szűzben van? Akkor ebben az esetben van egy uralmi Merkur, és akkor jön az a variáció, hogy a szűzben van, hogy elkezd a kákán is csomót keresni. És ezzel az állással már nem lesz olyan fontos a nagy szintézis, az átívelő összefüggések átlátása. Hanem belemegy mondjuk, és
Van nekem egy példám, de majd mindjárt a szűz Jupiter esetén fogom elmondani. Hamvas Béla képletében van egy ilyen állás, de most nem szaladnék ennyire előre. Mi a helyzet a rák Jupiterről? Ebben a jelben a hagyomány azt mondja, hogy a Jupiter emelt jelleggel előfokozódásban van. Miután alapvetően kapcsolódik a haza fogalmával, rák, a Jupiter a nemesség fogalmával. Tehát ez mindenféleképpen ad egy hazaszeretetet, egy nemességet, egy nagyon jó képességet arra, hogy teszem azt valaki hű vezetője legyen egy országnak, vagy politikai értelemben egy megvesztegethetetlen, tisztességes ember. Igen ám, csak azért azt nem szabad elfelejteni, hogy a Jupitert a Hold uralja. Márpedig az nagyon gyorsan megy egy különböző jelekben, és nem mindegy, hogy hogyan áll. És mivel a Hold a hangulati, kedélyállapoti analógiákat képviseli, ezért ez azt jelenti, hogy a lehető legjobb elképzelés is kaphat egy gellert, ha a Hold nem áll megfelelően. Tehát például támadja a Jupiter mondjuk a szemben lévő jelből a bankból. Abban a pillanatban előfordulhat, hogy különböző érdekek mentén kezd el gondolkozni, és ezt mondom azért, mert a bakhold az, aki különböző érdekek mentén kezd el gondolkozni, és a bakhold befolyásolja a rák Jupiter. És ő a gyengébbik láncszem, a Jupiter erős a rákban. Aztán mit lehet még elmondani erről a rák Jupiterről? Hát, jó eséllyel sikerül majd lakáshoz jutnia, jó eséllyel működik a család intézménye. Biztos, hogy ez így van? Természetesen nem biztos, de a rákban lévő Jupiter ad erre egy jó esély. Hogy ez a valóságban hogy fog alakulni, azt az egyéni horoszkóp negyedik háza például azt fogja megmutatni, hogy hogy áll ő a lakással, hogy áll ő a családdal. De az alapindítás az nagyon jó. Tehát jól indul el. Mi a helyzet a következő jellel? Ugye a következő jel az oroszlán. Mondtuk már a kosban is, az oroszlánban is, ugye miután a nyilas jellel alapvetően jó kapcsolat van, így mondhatjuk azt, hogy ez a Jupiter egyik legjobb állása. Azért én sose felejtem el, hogy annak idején a kezembe került egy gyilkosnak a horoszkópja, és hát azért eléggé visszahőköltem, mert a Jupiter az bizony nála az oroszlánban állt. Hogy lehet egy ilyen állással mondjuk gyilkos valaki? A helyzet az, hogy önmagában véve egy égitest egy jelben még nem ad vagy vesz el valamit. Inkább úgy mondanám, hogy a kontúr az nagyon jó. Igen, de mondok egy példát, hogy érthető legyen. Hiába vagyok én egy nagyívű, és alapvetően az lenne a mániám, hogy mit tudom én, a nagy dolgok érdekelnek, ha teszem azt mondjuk, van egy bakaszcendensen, mondjuk egyes házas Szaturnusszal, és maga vagyok a depresszió. Hiába van Jupiterem az oroszlánban. Tehát az egyes ház az mindig mindent felülír. Az adottság nagyon jó. Csak a
az a szomorú, ugye például ennél a gyilkosnál is a következő volt a helyzet, pénzért ölt, tehát valójában rablógyilkosságot követett el. Ebben az esetben azt mondhatjuk, hogy a koncepció, a távolabbi cél az, hogy jól akar élni. Az oroszlán analógiáját követi a Jupiter. De az eszköz, amit hozzáválaszt, az minősíthetetlen. Na és akkor elérkeztünk a szűz Jupiterhez, és most én ezt kitörlöm itt a táblán, és felskiccelem hamvasnak a képletét. Hamvas Bélának az általa megadott születési alapján vízöntő az aszcendense. Az első házban áll a Merkur, és a hetedik házban, a szűz jelben áll a Jupiter, a Merkur meg a halakban. Nem támadják egymást, Jupiter a halak elején van, Merkur a halak, Jupiter a szűz elején van, Merkur a halak végén. Tehát nincsenek rossz viszonyban. Viszont, Hamvas Bélának a születési uralkodója a Szaturnusz és az Uránusz együtt állnak a 9-es házában, és itt van még a Hold is, és ez az egész támadja egy kvadráttal ezt a Jupitert. Mi történik? Amikor Magyarországon megváltozik a rendszer, akkor 1949-ben bénistázzák, és ezzel a szűz Jupiterrel a hetes házban nem ő az, aki erkölcsileg problémás, sőt, épp arról van szó, hogy az a filozófia, az a lényeglátás, az a világnézet, amit ő követ, az a fennálló rezsimnek nem tetszik. És ezért kell elmenjen, ő mint az egyetemi könyvtáros, az egyetemi könyvtár könyvtárosa, elmegy oroszlányba fűtőnek. És onnantól kezdve az íróasztalnak írja a könyveit. Tehát úgymond szembe kerül a törvénnyel. Csak ezt jelenti, nem a házasságaira nézve is megjelenít egy összefüggést. Nagyon nagy csalódás volt neki az első felesége, akitől elvált. A második felesége pedig, hát ugye egy vízöntő embert képzeljünk el, aki viszonylag laza ember, és hát most mondjam azt, hogy no man is no man. Hozzámegy egy hölgyhöz, akit úgy hívnak, hogy Kemény Katalin. Kemény Katalin. Ennyi. Vele viszont már leéri az életét, de hát mondhatjuk azt is, hogy Kemény Katalin egy olyan helyzetbe kerül bele, ahol talán pont kell is Hamvas Bélának, aki mellesleg azért kosnappal rendelkezik, és ez a kosnap, ez egy rák marssal kvadrátban van. Tehát szerintem Hamvas valahol ösztönösen választott egy kemény nőt, éppen azért, mert azt a helyzetet ott oroszlányban, azt ki kellett bírni. És ez kellett egy olyan nő. Mert azt tudják, ugye, kedves nézők, hogy minden sikeres pasi mögött ott van egy nő. Legalábbis a franciák ezt mondják, cherchez la femme. Nos, Hamvastól eltekintve, tehát a szűz Jupiterrel ott szembe kerülhetek a törvénnyel, a joggal, súlyosabb esetben el is ítélhetnek, de mindenféleképpen problémák adódhatnak. Nagyon nem mindegy, hogy hol a Merkur, és így érdemes erről gondolkodni.
minden esetre felvet erkölcsi kérdéseket. Amikor Budapestet egyesítik, most ide nem rajzolom fel a táblára, de ott a nézőként meg fogják látni, berakom ezt a horoszkópot. Budapest egyesítésekor szűz Jupiter volt. Méghozzá a 9-es házban. A 9-es ház a vallás, a törvény, a jog. És nagyon sokáig ezt a Budapest horoszkópot úgy használtuk, mint az országnak a horoszkópját. És hiába mondjuk azt, hogy ez 1870-es évektől érvényes, itt igazából véve úgy kell az egészet elképzelni, hogy egy bizonyos időre fel vannak fűzve események, és az egymáshoz fűződő események analógiában vannak egymással. Tehát nem véletlen, hogy azt a budapesti tehát hogy Budapestet létrehozzák, azt az aláírást mikor ejtették meg. És hát mit jelent ez Magyarország szempontjából? Hát azt, hogy gond van a jogrendszerünkkel. Azt, hogy gond van a törvényességgel. Azt, hogy a törvény felkentjei azok nincsenek mindig a helyzet magaslatán. Aztán megjelenik a kivételezés. De ez állandóan megvan. Tehát gondoljunk bele, hogy a Rokonok című könyvben miről ír Móricz Zsigmond? Az Uram bátyám világ. Tehát, hogy mindig vannak a kegyes emberek, akikkel lehet kivételezni, mindig vannak olyan emberek, akik, hogy is mondjam csak, egy kicsit többek, egy kicsit jobbak, egy kicsit másak. Szűz Jupiterhez még egy analógiát hadd mondjak. A Szűz Jupiter olyan, mint a kukta, csak nem szelel a szellőzője. Tehát könnyen előfordul, hogy egyszer csak felfortyan, és szétrobban a kukta. Na, menjünk tovább. Mi a helyzet a mérleg Jupiterrel? Itt van egy közös nevező. A Jupiter ugyanis azzal, hogy a mérlegbe kerül, kiemelődik az igazság, az igazságnak a jelentősége. Hiszen a Jupiter égitest szempontjából kapcsolódik az igazsággal, a mérleg jel szempontjából kapcsolódik az igazsággal. Tehát egy mérleg Jupiterrel igazán fontossá válik a törvény, a jog és minden, ami ezzel kapcsolatban van. Miután ismét a Vénusz uralja ezt a Jupiter, túl nagy baj nem lehet, mert a kis szerencse meg a nagy szerencse együtt vannak. Tehát a mérleg jupiteri ember az alapjában véve, ahogy szokták mondani, mint a macska, mindig a négy tappancsára fog esni. Tehát mázlista, született, szerencse, gyerek. Egy gond azért lehet, hogy a bakból, például mondjuk egy Szaturnusz kvadrát, tehát arra gondoljuk, hogy a mérleg az maga a finomság, maga a külcsíny, a szépség, a dolgoknak a tálalása. Na most a Szaturnusz az nagyon bele tud gyalogolni ebbe a finom vagy finomkodó Jupiterbe. A Szaturnusz ehhez a bakban túl kemény és nagyon, nagyon keményen tudja ezt a szerencsétlen Jupitert egrecíroztatni. Mi a helyzet a Skorpióval?
bár a halakban is uralkodik a Jupiter, mégis alapvetően meleg és száraz ősminőség. Tehát a vizes Skorpióban ott vannak, tehát nagyon erős a hangulati elem a víz miatt, és a Skorpió alapvetően a szilárd víz analógiával bír. A szilárd víz az pedig nem más, mint a jég. Tehát kérdés az, hogy ez a Jupiter, ez a Skorpió Jupiter mennyire enged ki, vagy mennyire fagy meg. Tehát olvadozik, vagy éppen fagy. Ez az egésznek a kérdésköre. Igazából véve egy Mars állást emelnék ki, ami támadási szempontból talán a legkedvezőtlenebb, és az pedig a szemben lévő jelben a Pikában lévő Mars állás. Ugyanis az a Mars nem áll jól, nem áll a helyzet magaslatán, száműzött, a saját jelével szemben áll, és egy ilyen Mars az azt jelenti, hogy nem tudja helyén kezelni a dolgokat. Vagy túl agresszív lesz, vagy túl birtokló, vagy túl ragaszkodó. Tehát ez negatívan befolyásolhatja a Jupiter. Továbbra is szeretném mondani, hogy egy évig van egy jelben ez az égitest, tehát ez mindenkire igaz, aki abban az időszakban született. A nyilas, bocsánat, majdnem bakot akartam rajzolni. Tehát a nyilas Jupiter az egy uralmi Jupiter. Azt szokták mondani, hogy helyén van az esze és a szíve. Ő úgy rendben van. De mi van akkor, ha támadja valami? Hát akkor kiemelném például mondjuk a szűzjelet. A szűzből jövő támadás, ugye a halakból jövő támadás az nem annyira kedvezőtlen, mert a halak is a saját jele. Tehát akármennyire is jön itt egy támadás, inkább az lesz a probléma, hogy a Jupiter uralja a saját jelében álló, őt támadó égitestet. Itt viszont pont fordítva van. Itt nem uralja. És tehát most mondok egy példát, hogy a hold az nagyon, nagyon, hogy is mondjam csak, a hold van a legjobban kitéve annak a jelnek, ami áthalad. Tehát például itt van egy olyan hangulati jelen, ne felejtsük el, hogy a Jupiter, most ez ugye kicsit stilizáltam, de eredetileg a Jupiternek a jele, az egy fél volt fölül és a kereszt alul. Tehát ő is egy lelki lény, hangulatilag kaphat gellert. Főleg attól, hogy túl sokat piszkoskodnak vele, kritizálják, kekeckednek, kifogásokat emelnek. Tehát egy nyilas Jupiter az szállni akar az Istenhez, őt ne fogják vissza kötelekkel a földre, már pedig egy szűzhold az visszafogja. A szemben lévő jel sem túl kedvező, és hát ugye egy örök ágens a Szaturnusz. Alapvetően gondoljunk bele, a Jupiter képviseli a tágulást, a bővülést, a Szaturnusz a beszűkülést, a Szaturnusz a korlát, Jupiter maga az isteni szabadság. Tehát egy Szaturnusz opozíció mondjuk a szemben lévő jelből, teszem azt az ikrekből, ott én azt mondanám, hogy az egyik legnagyobb probléma például, hogy kezdjük mondjuk modellezni ezt az embert egy gyerekkori állapotban. Jupiter nyilasban van, Szaturnusz az ikrekben. A nevelési elvek, a korlátozás, tehát bekerül egy iskolába. Már is probléma.
Legyen csak a Szaturnusz mondjuk a 3-as vagy az 5-ös házának az ura. Például, ha mérleg az aszcendens, akkor az 5. ház, az kezdődhet a vízöntőben. Ha szűz az aszcendens, akkor kezdődhet a magban. Tehát már ott a kisiskolás korban, ugyanis az alapfokú iskolák az 5-ös ház, a középfokú iskolák a 3-as ház, tehát ott kap egy gellert az ő tehát ez egy nagyfokú bölcsesség, egy nagyfokú szeretet. Itt utalnék vissza egy pillanatra a Bika Jupiterre. Azt mondtam, hogy szereti a természetet, és szereti a bőséget, de ez relatív fogalom, hogy mi az, hogy bőség. József Attilának Bika Jupitere van. Hát ő sose volt bőségben. Viszont gondoljunk arra, hogy milyen jól tud álmodozni egy lábos krumpli paprikásról. Tehát ez azt jelenti, hogy ezzel a Jupiter állással ő megtanulja értékelni a dolgokat. És ha megnézzük a verseit, mert neki a Vénusz is ott van a bikában, akkor ő a versekben, tehát azt akarom ebből kihozni, hogy ő lelkileg tudja magát olyan helyzetbe hozni, hogy ő tud örülni. Ugye egy nyilas Jupiter is tele van örömmel, innen jött az asszociáció, hogy visszagondoltam a József Attilai helyzetről, hogy ezt akkor ott a bikánál nem mondtam. Tehát tud örülni. A Szaturnusz mit csinál? A Szaturnusz azt csinálja, hogy jó van, örüljél, de én most alát teszek. Én most mutatok neked olyan dolgot, amitől rögtön elveszem a jó kedvedet. Tehát ezek az izgalmas kérdések. Hozzá kell tegyem, hogy azért egy Y-Szaturnusz sose tud teljesen alátenni egy nyilas Jupiternek. És ha már itt a Szaturnuszt hoztuk kapcsolatban, akkor időszerű a Bak Jupiterről beszélni. Ahogy a rákban emelt volt és nagyon nagy erőben volt a Jupiter, a Bakban esésben van, és ez nem egy túl kedvező helyzet. Gondoljanak csak bele, kedves nézők, vagy gondoljatok bele, kedves tanítványaim, most ebben az évben a Jupiter, tehát aki most születik, kisgyerek, a Jupiter a Bakban van. És nem olyan régen még a Szaturnusz Plutó együtt álltak, a Jupiterrel a Bakban. Tehát azért lettem ilyen nagy csendben, mert hirtelenjében szegény jó apámra gondoltam, neki volt Bak Jupiterre. Nagyon ritkán láttam örülni valaminek. Pedig sokszor voltak nagyon jó dolgok az életében. Tehát igazából véve, itt tényleg el lehet mondani, hogy a Szaturnusz alávág a Jupiternek. Jól érzed magad? Jó. Tehát egy nyilas, az kitörő lelkesedés, hó, fogjuk meg az eget, kapaszkodjunk a felhőkbe, fantasztikus az élet. Szerinted egy Bak Jupiter erre hogy reagál? Ugyan gyere már vissza a földre. Hülye vagy. Tehát szívem szerint úgy felemelném a Bak Jupitereket, hogy egy kicsit úgy megmutatni nekik, hogy az élet csodálatos, az élet színes, az Isten szeret minket. Na most ezt a Bak Jupiter, tehát egy ilyen szöveget, amit én most itt előadok, egy Bak Jupiter, jaj Istenem már, ez a nyálas hülye barom, borzasztó még hallgatni is. Nem könnyű állás. Hátra van még 2 darab állásunk, a vízöntőben lévő Jupiter, valamint a halakjelben lévő Jupiter.
Jupiter. Hát kérem szépen, az egyik intellektuálisabb, a másik érzelmibb. De mi a közös? Miért hagytam ezt a kettőt így? Mindkettő elképesztően szociabilis ember. Nagy dolgokban gondolkoznak, emberiségben gondolkodnak, Istenben gondolkoznak, földben gondolkoznak, természetben, környezetvédelemben, tehát átfogó nagy dolgokban. Csak a vízöntővel sokkal inkább elméleti módon, a halak Jupiterrel sokkal inkább érzelmi módon. Na természetesen nem mindegy, hogy hogyan áll a Szaturnusz, akkor, hogyha a Jupitert nézzük a vízöntőben, és nem mindegy természetesen, hogy a halak Jupiterhez például ad-e a szűz Szaturnusz egy opozíciót. Mert akkor ez a... Tehát ettől még a halak Jupiter elkép, tehát megölelem az egész világot, magamhoz ölelem az emberiséget, oké? És ehhez képest mit kap? Jó nagy pofonokat. Tehát a racionális, a reál, a halak Jupiter nem realista, a szűz Szaturnusz, az kőkemény realista. A Jupiter, menjünk, csináljuk, oldjuk meg, a Szaturnusz elkezdi sorolni, hogy miért nem lehet megoldani. A Szaturnusz a fék, aki állandóan befékezi a Jupitert. Mindegy, hogy milyen jelben van, a Szaturnusz mindig fékezni fogja a Jupitert. A Mars bolygó pedig az azért veszélyes, mert lehet, hogy még nagyobb sebességbe kapcsol, és a legeslegveszélyesebb az az Uránusz, mert mind a ketten a határtalanságot képviselik, a Jupiter is, meg az Uránusz is. Ezért van az például, hogy milyen kívüli terhességgel kapcsolatosan. Hol az Uránusszal, hol a Jupiterrel találkoztam azoknál a nőknél, akiknek milyen kívüli terhességük volt, természetesen az ötödik házzal kapcsolatban. Hát kérem szépen, megpróbáltam picit átfogó módon, lehet, hogy azt fogják mondani, nem voltam elég analitikus. Nem. Jupiteri módon beszéltem a Jupiterről, kicsit elnagyolva. Olyan... Ide dobunk egy festékplecsnit, oda dobunk egy festékplecsnit, mindjárt elkészül a festmény. Köszönöm, hogy meghallgattak, Isten áldjon.